A hazaiak számítottak a mérkőzés esélyesének, viszont az első negyedet a cápák nyerték meg 2 ponttal. A második 10 percben aztán ritmus váltott a MAFC, és a meccs felénél már 12 ponttal vezettek a fővárosiak. A harmadik 10 percben tovább növelte előnyét a házigazda, így a záró negyed hiába végződött döntetlenre 19 pontos vereséget szenvedett Merin Mehmedovics együttese. MAFC ez egy nagyon jó csapat, és sajnos ez a center van, ami nekik van, ez nagyon erős. Taktikailag jól játszottunk egy fél idő, mondjuk, és utána egy kicsikét jön ez a periódus, ami náluk mindig jön, néhány perc, ami olyan nem csapatként játszottunk. Utána alakult egy előny 10 pontnál, és utána futtattunk utána. Sok cserével próbáljunk tartani a ritmusát, és sajnos nem sikerül, mert ugyanaz volt, hogy egy kicsi dobásnak megokottunk, zicserek, nagyon sok zicser kihagytunk, mint az, amit kötelező dobni. De valahogy volt egy pozitív rész, és volt ezt a rész, ami futottunk, és akkor ez valahogy kell megoldani. Szerencsésen külföldi játékosunk egy kicsit elkezdett játszani úgy, ahogy kell. Sok megbeszéléssel után ráér, hogy neki kell vezér lenni. Bármilyen formában neki kell vezér lenni, őket követni, és egy kicsit ebbe most kaptunk tőle. A forduló további eredményei a következők: Cegléd Deac 23, 92-82, Jászberény Fót 102-86, Vasas Akadémia TF Budapest 88-85, Budafok Óbudai Kaszások 93-72, Salgó Tarján BKG Prima Akadémia 66-78 és Pécsi VSK Meavc Miskolc 115-74. A tabella élén a Pécsi 9 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Vasas Akadémiát. Az 1-8-as mérleggel sereghajtó Nyíregyháza vasárnap a Vasas fogadja. Azt a meccs kell használni, hogy bemutatok magunkba képesen bárki lenyátszik. Mi elkezdünk készülni a Vasasra, és tudunk nagyon, milyen csapat jön hozzánk. Biztos ez, hogy amit én mondom, húsba fogunk játszani keményen, muszáj bemutatni, bennünk van az erő, bennünk van egység, és ez az első lépés, akarunk javítani az eredményt. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Vasas Akadémia mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Continental Arénában.